Sziasztok! Elég rég volt bevásárlós videó, ezért úgy gondoltam, hogy ha már ma elmegyek bevásárolni, akkor videó is készüljön róla. Menüterv alapján mentem, ugyanis január elejétől elkezdtem ezt, hogy akkor írjunk menütervet, és ne csak így céltalanul menjünk a boltokba bevásárolni, hanem tényleg mindig tudjuk is, hogy mit kell venni, és ne kelljen két nap után ismét ellátogatni a boltba, mert fogalmunk sincs arról, hogy mit fogunk aznap főzni. Szerencsére így, hogy menütervet írunk, így valahogy a hűtőbe is mindig több minden marad, nem tudom, őszintén nem tudom, hogy, de például a most is, amit írtam, annak a fele a hűtőbe van, például a jó töltött káposztát raktunk el fogyasztóba, hogy olyat fogok kivenni, de csirkemell is van még benn, így megvan a vasárnapi rántott húshoz a csirkemellünk, azt már nem kellett beszerezni, szóval igazából most így ilyen 3 napra kellett csak venni ételeket, plusz azokat, amik így mindig kellenek, mondjuk ilyen nasik, meg olyan, ami mondjuk fogyóba volt itthon, és pótolni kellett. Szóval igazából szerintem így valahogy mindig kevesebb minden kerül be a kosárba, mint amikor nem írtam menütervet. Úgyhogy egyelőre beválik ez a menüterves dolog, mert így kevesebbet költünk. A Lidl-ben kelet-európai napok voltak, ami azt jelenti itt Ausztriában, hogy ilyenkor magyar termékeket is lehet kapni. Nyilván a Lidl-nek a saját márkajelzéses csomagolásában vannak ezek, ilyen kis hímzéses valami, tök szépek egyébként, és abból is szereztem be egy-két dolgot, mert hát például a Turó Rudit azt ugye nálunk nem lehet kapni, és én imádom, nekem nagy kedvencem a Turó Rudi, ha hazamegyek, akkor körülbelül szerintem az az első, hogy így a Tesco-ba így becélzom a Turó Rudit, és akkor egy ilyen 3-4 csomaggal így be a kosárba gyorsan. Szóval mindig örülök, hogyha ilyen kelet-európai napok vannak, mert akkor mindig veszek egy pár csomag Turó Rudit, és most is ez történt. Na mindegy, de nem is szaporítom tovább a szót, mutatom nektek, hogy miket szereztem be ma a bevásárlás alkalmával. Én mindig most is a hűtősokkal kezdeném. Ugye meséltem, hogy ilyen kelet-európai napok vannak a Lidl-ben, úgyhogy mindenképpen kellett szerezzek 3 darab. Turorudit vettem volna többet is, de ilyenkor nincs pofán bepakolni egy ilyen 5-6 ilyen csomagot, meg elég is egyébként ennyi, úgyhogy 3 csomag Turorudit. Ez biztos vagyok benne, hogy Magyarországon gyártják, mert általában az szokott rajta lenni. Igen, ott van. Ott is van. A Mizó ZRT gyártja. Úgyhogy igazából ízde szerintem tök ugyanolyan, mint az otthoni Turorudi. Egy ilyen wellness sonkát, ez az egyik kedvencünk, úgyhogy ilyet mostában mindig veszünk. Most nem annyira szerettem volna dézsli tenni, ezért a debreceni mellett döntöttem. Valamiért most inkább ez az ízvilág, amit jobban kívánok, úgyhogy remélem, hogy finom is lesz, mert debrecenit ritkán szoktunk venni, és olyankor sose tudom, hogy melyiket válaszom, melyik a finom, de ez jónak tűnt. A menő egyik része a szűzérmek gombaszósza, úgyhogy a szűzérmét is beszereztem hozzá, gluténmentes csirkefalatkákat is, azt hát mondjuk most már rég ettem, egy pár hete nem ettem, de így tavalyi végén elég jól rákattantam, úgyhogy most úgy vettem vele, hogy most megint veszek, mert úgy ennék kis csirkefalatkákat. A Lidl-be szereztem még be egy ilyen túró gombócot és egy szilvás gombócot. Nem tudom, hogy hol gyártják, de lehet, hogy ezt is Magyarországon. Igen, ezt is Magyarországon gyártják. Megkérdeztem Pétert, hogy melyiket enni szívesen, és azt írta, hogy mindkettőt, úgyhogy mindkettőbe hoztam haza egyet-egyet a fiúknak. Christopher a harudacskára most nagyon rákattant, és ezek különösen tetszenek neki, mivel hogy ilyen tengeri formák vannak a halacskákból kirakva, vagy kivágva. Úgyhogy sima harud is van itthon, de éppen 25% akció volt az Interspárba az összes ilyen harudra, meg ilyen iglós halcucra, úgyhogy úgy voltam vele, hogy akkor veszek egyet, legyen itthon neki. És ami hűtős még, az ez a puding.
Ebből most van egyébként bőven még a hűtőbe ilyen aktimál meg joghurt. Ez volt, amiből kevés volt, úgyhogy azért csak egy joghurtot láttok nálam. Pedig abból mindig elég sok szokott lenni a bevásárlós videóban, de most csak ezt az egyet vettem. És egy sajtot. Nos, ezeket gyorsan elpakolászom, és mutatom a többit. A szalvéta az hetek óta hiányzik volt nálunk. Szerencsére a Christopher szülinapjára vettem ilyen kis, ilyen kis dínos szalvétákat. Úgyhogy most volt egy pár darab, de hát ebbe is körülbelül, nem is tudom, 10-15 darab szalvéta volt, szóval már kevés van belőle. És végre, most fel is volt írva a szalvéta, hogy kell. Úgyhogy az Interspárról vettem is egyet, ami így elszakadt. Ez nem hiszem, hogy ott volt már elszakadva, hanem csak nagyon-nagyon rosszul van megcsinálva ez a ragasztás rajta, és szerintem így, ahogy pakolgattam ki be a szatyorból, így hát ez történt vele. Na mindegy, hát ez a lényegen nem változtat, hogy ez egy szalvéta. Tusfürdőt is vettem, egy ilyen nagy Dávot. Ugye mindig vagy ezt, vagy Nivea-t szoktam használni, ez a kettő, amit használok, semmi más. Christophernek egy Kinder tojást. Végre most már kicsit más dolgok vannak benne, mert egy időben mindig vettük a Kinder tojásokat, és a végén már mindig csak ugyanazok voltak benne, mert már szinte az összessel találkoztunk, ugye, amivel lehetséges, tehát minden meg volt, ami benne volt. És akkor abba hagytuk egy kicsit, és most ilyen újabb csomagolások és újabb kis meglepetések is helyet kaptak benne. Szóval most megint kap időnként egy ilyen Kinder tojást. A gombához vettem ilyen gombaszószt, de még nem tudom, hogy ráteszem-e, vagy csak simán csinálok egy kis tejszínes gombaszószt, ezt majd még meglátjuk, de igazából nem baj, hogyha van itthon. Egy medgyet, mert mostanában többször van itthon medgy szósz, meg múltkor például vettem ilyen gluténmentes medgyesüti alapot, és abba is ez kell, úgyhogy pont elfogyott a héten, és nem árt, hogyha van itthon egy. A kedvenc kis uborkánk, és vettem egy puszta salátát is. Hát ez olyasmi, majdnem, mint otthon a csalamádé, de nyilván egy kicsit máshogy van ízesítve, viszont még talán ez áll hozzá a legközelebb, de ezt nem is tudom, hogy hol gyártják most. Hirtelen nem látom, Ausztriában, ott van Österreich. Hát én nagyon szeretem a csalamádét, őszintén megmondom, és ugye itt ugye ugyanazt az ízvilágot nem tudod, tehát nem kapott sehol meg, maximum magyar boltban, de azért jó lenne néha ilyet tenni, mert tényleg nagyon szeretem, szóval időnként veszünk egy ilyen puszta szalátot is. Aztán Interspárba szereztem kettő darab ilyen glass nudelt és egy rice nudelt. Ugye ez rizstészta, ez pedig ilyen üvegtészta, ami elvileg, ha jól tudom, mongóbabból van, legalábbis régen abból volt. Most nem kezdtem el kikeresni az apróbetűs részbe. Viszont nagyon rég ettem ilyen üvegtésztát, és én tisztán emlékszem, hogy a terhességem előtt nagyon-nagyon sok üvegtésztát ettem. Aztán ugye így valamiért abba maradt, és azóta szinte nem is nagyon ettem, és pedig tényleg nagyon szeretem. Úgyhogy most én nem elkezdek megírászokni ezekre a rizstésztákra, üvegtésztákra. És lesz itthon egy-egy. Például ma is kínai tésztát fogok csinálni, úgy valamelyiket biztos, hogy fel fogom használni hozzá. Kettő darab avokádó. Ezzel nagyon vigyázni kell, mert időnként így elbújik a hűtő mélyébe, és ott felejtődik, és ilyen 2-3 hét után dobjuk ki, és akkor Péter nem annyira örül neki, hogy a drága avokádót kidobjuk. Úgyhogy ezt most odarakom valahova a hűtő elejébe, hogy lássam, hogy megegyem. Igen. Gombát, gombaszószhoz. Ez érdekesség, de szerintem már mondtam, hogy Magyarországon gyártják ezt is. És most, ami a Lidl-ben van gomba, az az összes ugyaninnen jön Magyarországról, ettől a KFT-től. Tök érdekes, de finom egyébként, úgyhogy most nem volt szoktuk venni a gombát, hogyha veszünk. Egy erős paprika. Ez honnan való? Griechenland, igen. Hát ez Görögország. Viszont mostanában már a Lidl-be, de azt hiszem ez valamelyik jó régi bevásárlós, hát jó régi nem, de ilyen őszi bevásárlós videómban mondtam, hogy az elmúlt fél évben mindig lehet kapni a Lidl-be zöld paprikát, és ez erős is. Mert hogy korábban nálunk nem lehetett kapni, csak
Hát itt ezek a kaliforniai paprikák mennek igazság szerint leginkább, meg ezek a piros ilyen spic paprikák, és az otthoni fehér paprika és az a zöld paprika itt eddig ilyen ritkaság száma ment, igazából most is, mert minden boltban nem lehet kapni, viszont a Lidl úgy néz ki, hogy állandóvá tette a kínálatában ezt a zöld paprikát, és ennek tök örülünk egyébként, mert én is szeretem, meg Péter ő meg nagyon szereti, úgyhogy hát mostanában ilyet szoktunk venni. Egy gluténmentes tortelloni. Ezt csak azért vettem, hogy legyen itthon, hogyha így nem tudom, hogy mondjuk vacsira mit ennék, vagy esetleg a menüvel úgy jövünk ki, hogy elfogyott, vagy akármi, akkor, vagy már harmadik nap, vagy két nap, már nem ugyanazt szeretné venni, mindegy, legyen itthon egy ilyen gluténmentes tortilla, hogyha gyorsan kell valamit enni. És ez az utolsó, ez volt az utolsó darab, ez a gombás, úgyhogy ilyen gombásot vettem most. Kínai tésztához vettem egy voxost, mert azt múltkor kidobtuk, mert már régi volt. Most vettem egy újat, de ezeket valahogy így, tehát hogy annyi kínai tésztát nem eszünk, őszintén megmondom, hogy ezt felhasználjuk mondjuk ilyen záros határidőn belül, ami rajta van ilyen pár hét alatt. Szóval sajnos ebből szokott kidobásra is jutni, viszont amúgy meg tök szeretem a kínai tésztát, és időnként meg jó enni. Szóval, hát ja, mindegy, vettem egyet. Ilyen Coca-Cola is szokott mostanában itthon lenni, de ezt úgy képzeljétek el, hogy tök ritkán iszom, tehát két hétből megiszok egy ilyen üveget, mert ha valami ilyen üdítőt iszom, akkor én szeretek kólát inni, és abból is a Coca-Colát. Péter pedig Pepsi fan, szóval ő neki szokott lenni itthon ilyen nagy Pepsi, ez a másfél vagy két literes. Nekem viszont teljesen megfelel ez a kis két decis Coca-Cola egyszer-egyszer, és pont legutóbb is, szerintem egy két hónapja úgy vettük, hogy éppen le volt árazva, féláron volt a Lidlbe, és most is valami 7 euró helyett 3 euró valamennyi volt, szóval hát 7 euróért nem mennék meg ennyi kólát, de így 3 euró valamennyiért igen. Úgyhogy eljött velem haza egy ilyen 6-os pak, ez nem volt rajta a listán egyébként, de jó, hogy kitették a Lidlbe, épp a bejárattal szemben, mert így egyből megláttam. Chipsből is vettünk egy pár darabot. Ez a sima sós kellis chips. Szerintem ez tök finom egyébként, ilyen alapchips. Pomberből is találtam a Lidlbe ilyen hatalmas nagy family paktos kiszerelést. Ugye mondom mekkora. 200 grammos. És ilyen paprikás chipsből is. Ez egyébként még gluténmentes, de rá is van írva, de azt hiszem erre is, ezekben egyikben sincs bajszemmél, szerencsére, ugye fehér liszt. És találtam tök érdekes dolgokat, ez ott a gyümölcs és zöldség részlegen volt kitéve, ezek ilyen kis egészséges golyók, ugye ebben datója van, kakaó és kókusz, és ez van ilyen kis golyókba írva, plusz egy másmilyen ízűt is beszereztem, ez datója, espresszó és banán. És nagyon kíváncsi vagyok rá. Mostanában is rengeteg ilyen videót lementek, ami ilyen egészséges alapanyagokból vannak összerakva sütemények, vagy hát ilyen kis nasik. Úgyhogy ennek nagyon örültem, mert még nem csináltam datójából süteményt, de így megkóstolom, hogy milyen, aztán, hogyha jó, akkor lehet, hogy fogok csinálni itthon is, mert a datója az nagy kedvencem. Szóval, hát, majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Crumbly mánia van nálunk. Christopher nagyon-nagyon sokat meg tud enni belőle, imádja. Úgyhogy, hát most mindig van itthon crumbly. Plusz régen a cashewt is nagyon szerette, azzal most egy kicsit leáll, de azt is vettem, hát hogyha megint enne egy-két szemet, meg egyébként a cashewdiót én is szeretem, úgyhogy ebből a kettőből szereztem be egyet-egyet. Egy ilyen pizzás perecet hoztam Christophernek, és magamnak egy ilyen sér kenyeret. Azt hiszem, hogy mindent megmutattam. Ott egy zacskó égtelenkedik. Mert hogy ilyenkor hazaérek a vásárlásból, és csak így gyorsan kipakolok. És hát a szatyrok meg itt össze-vissza vannak. Na mindegy. Ez van. Szóval, ez volt, amit beszereztem most.
Remélem, hogy tetszett nektek ez a bevásárlós videó. Igyekszem azért kicsit több bevásárlós videóval jelentkezni, mert nem is tudom, talán 2 hónapja volt utoljára. Szóval azért egy havi egyet megint jó lenne tartani, csak azt sem akarom, hogy így megunjátok, mert nem tudom, mindig ugyanazokat vesztük, bár most szerintem elég sok olyan volt, amit nem szoktunk venni. Szóval azért majd igyekszem egy picit több bevásárlós videót hozni, így 2024-ben. Na mindegy, remélem, hogy tetszett nektek, ha igen, akkor lájkoljátok, és ha még nem iratkoztatok fel, akkor nyomjátok meg a feliratkozás gombot, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!